Csípős alma paprika, savanyú káposzta és vegyes savanyúság is került az asztalra. Ezek már azok a termékek, amelyek a napokban átadott szamosszegi savanyító üzemben készültek el. A Szatmár és Berek határán lévő kistelepülésen a kormány gazdaságélénkítő programjának keretében kapott 167 millió forintos támogatásból valósították meg a beruházást. Az üzembehelyezés ideje 2022. szeptember 1. Az épület 24 helyiségből áll, az összes alapterülete 248,26 négyzetméter. Köszönettel tartozunk a járás, illetve a megyei foglalkoztatási osztályok vezetőinek, munkatársainak, a tervezőnek és a kivitelezőnek. Ez a létesítmény egy újabb hatalmas lehetőség a település életében, azért, mert eddig ilyen még Szamosszegen nem volt, mint ahogy termelői piac sem, ami ugye itt van mellettünk, pedig a lakosság ezt is igényelte volna. Szinte minden udvaron volt zöldség, gyümölcstermesztés, befőzés és savanyítás, de ezek elszigeteltek maradtak és napjainkra csak nem elfelejtődtek. A cél pedig az, hogy ezt a termelési kedvet újra életre keltsék a településen, így pedig az alapanyagok főként Szamosszegről kerüljenek a helyi savanyító üzembe. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szerint a kezdeményezés a termelőknek és a fogyasztóknak egyaránt kedvező. Nagyon sokat hallhatjuk ugye a rövid ellátási láncokat, hogy azok mennyire fontosak abban, hogyha egy terményt szeretnénk az asztalig eljuttatni, arra az asztalra, ahol, amelyről étkezünk. És hát itt azt hiszem, hogy pontosan egy ilyen beruházás kapcsán pontosan megvalósul az, hiszen helyben termelt termékekről van szó, vagy éppen a környéken termelt termékekről, legyen a szatmári vagy beregi településről származó. Mindenki tudja, hogy honnan származik, hogy mi kerül az asztalra, mi kerül be a savanyító üzembe, és tudhatja annak az terméknek az útját, és láthatja azt, hogy hogyan lesz belőle az a termék, majd amely az asztalra kerül. A savanyító üzem környezetét szinte teljesen letérkövezték. Ezt a munkát pedig nem külső vállalkozó, hanem a település közfoglalkoztatottjai végezték el. Tilki Attila országgyűlési képviselő szerint a mintaprogramra és az üzemben kialakított termék előállító munkára nagy szükség van a térségben. Én úgy gondolom, hogy jó volt a döntés, hogy támogatták a települést, és én már láttam munka közben. Most az ünnepélyes átadása volt, de a termelés, a savanyítás az már elkezdődött a nyár folyamán a különböző mezőgazdasági termékekkel. Hogyha sikerül a többletet különböző települések számára, vagy máshova értékesíteni a településeknek, akkor én gondolom egy jó konstrukció lesz. Annál is inkább, mert azért az itteni terméknek olyan íze van, aminek nincs párja. A belügyminisztérium a gazdaság élénkítő programban 127 olyan települést választott ki országszerte, amely felmérése szerint nagy termelői kapacitással bír. Szamosszeg is ebbe a körbe tartozott. Réti Pák közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár pedig szólt arról is, a községet az átlagnál gyengébb foglalkoztatási adatok miatt is támogatta a tárca. 127 település közül 50 településnek a támogatására tettünk javaslatot a kormány irányába, és az a vezérelt minket, hogy azokat a településekkel indultunk, ahol ezen feltételek fennállnak, amit elmondtam az imént, és megnéztük azt is, hogy hol a legmagasabb a tartós munkanélkülieknek az aránya, így választottuk ki a második, harmadik és a negyedik körnek a potenciális kedvezményezettjeit is. Ugye a jelen pillanatban az első három ütemben kijelölt összesen 150 településből 93 település részesült támogatásban. Egy része a belügyminisztérium fejezetéből, de azt ugye láttuk, hogy ezek a források nem lesznek elegek az összes települési körre. Így az a felsővezetői döntés született a belügyminisztériumban, hogy a gazdasági élítő programban résztvevő települések egy részét közfoglalkoztatási mintaprogramként fogjuk finanszírozni, és az önök települése is ebbe a körbe került. A savanyító üzem összesen 4 fő foglalkoztatását teszi lehetővé Szamosszegen.